Az elmúlt két nyáron nem volt jelentős mozgás a Nyíregyháza Blue Sharks játékos keretében, és a vezetők ezúttal is szeretnék együtt tartani a csapatot. A játékosok közül 8-an már elkötelezték magukat a közös folytatás mellett, így Busz Iván, Tóth Gergely, Bazsó Bruno, Cinger Zoltán, Vaskó György, Demeter Ádám és a korosztályos válogatottal készülő Mokánszki Máté, valamint Sitku Márton a következő szezonban is a két cápák szerelését viseli majd. Négyen még nem döntöttek arról, hogy elfogadják-e a klub ajánlatát. Cura Attila, Fazekas Csabi, illetve Olá Zoli az, aki egyelőre még nem mondott végleges dolgot. A jövőjükkel kapcsolatban nem tudom pontosan, hogy hol fogják folytatni, majd ezt meglátjuk. Viszont a Szondi Ákos az, aki gondolkodik azon, hogy a következő évben egyáltalán tud-e kosárlabdázni vagy sem. Sajnos az évben kialakult újabb sérülése az nem segítette azt, hogy még jobban segítségre tudjon lenni a csapatnak, de hogyha a többi nevet megnézzük, akkor a többiek viszont itt fognak maradni nálunk, és továbbra is a csapatot fogják erősíteni. A Continental Arénában ezekben a napokban is pattog a labda, a klub edzői az U14-es, az U16-os és az U18-as csapat játékosai számára tartanak egyéni képzést. Ez az időszak itt nyáron nem csak a pihenésről kell, hogy szóljon, most lehet pótolni azokat a dolgokat, amikre évközben kevesebb idő marad. Nem fordulok most hátra, de az előbb éppen a dobásnak a bizonyos technikai részét próbálták iskolázgatni. Ezek azok a feladatok, amikre évközben egy picit kevesebb idő jut, bár természetesen akkor is időt kell szakítani erre, és nagyon örülök annak, hogyha most a kamerában esetleg látszik, hogy milyen szép számmal vannak itt a srácok, annak ellenére, hogy nyári szünet van, örömmel jönnek, és azt hiszem, hogy ez a jövő mindenképpen, hogyha a játékosokhoz eljut az, hogy ebben az időszakban nagyon fontos a technikai dolgoknak a fejlesztése. A légiós választásról szólva Sitko Ernő elmondta, szeretnék, ha a felkészülés kezdetére, augusztus elejére kialakulna a keret, és az edzőmeccsek tapasztalatait figyelembe véve döntik majd el, hogy melyik posztra kell külföldi játékost igazolni.